Köszönjük szépen, Laci! Radikális bankellenes csoport. Valamire rámutatott Laci, mégpedig arra, hogy ezeket a mocskokat a lakásukon kell elkapni. Ez nagyon fáj neki. Mindig csak abból induljunk ki, és amikor a rendőrökkel ezeket a lakásnál lévő demonstrációkat egyeztetjük, akkor ki fejtik nekem, hogy mit szólnák hozzá, ha az én lakásomhoz jönnének emberek, vagy az én kerítésemre, vagy ablakomra ragasztanak. És mindig azt mondom, ha egy bocskos csaló lennék, egy hazaáruló, akkor tegye meg mindenki, sőt köpjön is le. De mindaddig, amíg jól végzem a dolgomat, addig ne tegye, és nem is teszi, mert ugye látható, hogy az én kerítésemnél nincsenek ilyenek, nem jönnek oda az emberek demonstrálni ellenem. Bár jöhetnének, ha más a véleményük, akkor egész nyugodtan megtehetik ezt. Tehát itt kell őket elkapni. Fáj nekik. Mindent megtesznek, hogy ne mehessünk oda. Mindent megragadnak. Hátsó ajtón menekülnek. Figyeljünk legközelebb jól, jól derítsük fel, hogy van-e hátsó kapu, mert azért sok helyen erre már gondoltak. Hiszen így van, ezek szeretik a kiskapukat, ezek patkányok, és menekülnek a hajóról, amikor csak lehet. Ha nem adom a házamat mozgalomtól, egy hölgy, aki az első autós vonulásunkon nagy meglepetéssel, Székely zászlóval a kezében egy rendkívül színvonalas és megrendítő beszédet mondott, és most kezemben nyomott egy papírt, hogy mit gondolt, és én akkor azt mondtam, hogy Klaudia, ezt neked kell elmondanod. Ez olyan Klaudiás. Hát Tamás Klaudiát fogjuk hallani, aki arról fog beszélni, hogy vádollak téged. Vajon mit gondoltak, kinek szól? Vádollak téged, politikai elit. Vádollak, mert fogy a magyar. Vádollak, mert nők ezrei félnek felvállalni az anyaság gyönyörét. Így hát nem szülünk, nincsen gyermekünk, mert félünk a létbizonytalanságtól. Az utcáról nem lehet gyereket nevelni. Egy kilakoltatás számunkra azt jelenti, hogy gyerekeinket elveszik, árvaházba kerülnek. Szüleik helyett az adófizetők pénzén fogják idegen emberek nevelni. A gyerekek életében hatalmas törést okoz ez, mely helyrehozhatatlan. Vádollak titeket azokért a gyerekekért, kik az időhúzásotok miatt át kellett éljék otthonuk és szüleik elvesztését. Vádollak azok haláláért, kik az öngyilkosságba menekültek. Igenis, bűnözők vagytok, amikor a hiteleteket úgy reklámoztátok, hogy vállaljunk gyereket, írjuk alá szerződésben. Elhitettétek velünk, hogy a családok érdekeit szolgáljátok, s majd meg is véditek azt. Valóban, ezek után nem kellett fegyvert tartani a fejünkhöz, hogy hitelt vegyünk fel. Elhittük nektek, bíztunk bennük. Otthon, három gyerek, négy kerék. Hát átvertetek. Mi lesz most ezekkel a gyerekekkel, akik a ti támogatásotokkal ezért jöttek a világra? Mondjátok meg őszintén, mit kell még tennünk ahhoz, hogy meghallgassátok a népetek problémáját? Mondjátok meg, mert megtesszük. De ti nem mertek a szemünkbe nézni. A pénzvilág szemébe biztosan könnyebb. Számokról tárgyaltok a gyerekeink élete és jövője helyett. Viktor egy szabadba kerülne, és a kilakoltatásoknak, végrehajtásoknak azonnal leállnának, vége lenne. Ha már a népet a mocsárba vezettétek, akkor most már tegyetek meg mindent, hogy ki is vezessétek onnan. Politikusaink, közületek sokan apák és anyák vagytok. Remélem megértitek, ha majd arcon köplek benneteket a meg nem született gyermekeimért. Yeah! 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 Yeah!